Sziasztok! A mai videóban megvizsgáljuk a Catrice vadonatúj Jungle Book kollekcióját, hogyha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Na, először is ezt gyorsan elmesélem nektek, hogy van itt egy paletta és egy arcpaletta, ami a Jungle Book kollekciót illeti, ezen kívül pedig van még itt nálam egy ceruza, ami szintén ennek a kollekciónak a része. Viszont kiegészítésképpen itt van nálam az Essence Lion King-es egyik palettája is, hiszen ugye ez a kollekció, ez az Essence-el, az Essence és a Catrice közös ilyen alkotása, és a Lion King vonalból ezt a palettát vásároltam meg, úgyhogy erről is fogok majd hamarosan hozni egy videót, remélem, hogy nagyon hamarosan. Egyébként komolyabb, mint amire számítottam, megmondom őszintén, és aki ismer, az tudja, hogy nekem kiskorom hatalmas nagy szerelme a Lion King volt. Még szó szerint vegyetek, hogy még a bugyim is Lion King-es volt, tényleg volt egy berendezve egy vitrinám a szobámban, egy szekrényem, ami tele volt Lion King-es erekjékkel. Úgyhogy nekem a Lion King az nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy. Szerelem és emlék és minden, úgyhogy abból mindenképpen akartam venni. És képzeljétek el, ennek kapcsán jutott eszembe, hogy még mindig nem jutottam odáig, hogy ezt a Lion King kollekciót is egyébként megvizsgáljuk. Ez egy Revolution kiadás volt, ugye, és már elég régi, de még mindig kapható, úgyhogy lehet, hogy majd ezt is valahogy bele fogom itt a dolgokba csempészni. De lényeg az, hogy ma viszont a Jungle Book-ot fogjuk megvizsgálni. Ja, és egyébként képzétek el, hogy egy ilyen körömlakot is szereztem be hozzá, ami szintén egy új Essence, és annyira jó színe van, hogy majd a Lion King-eshez ezt fogom szerintem felkenni. Na, de akkor nézzük! Először is nyissuk ki, szvacsoljunk, és aztán pedig a sminket is készítünk. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reaction. Na, az első dolog, amikor megláttam ezt a palettát, leesett az állam. Annyira jó a külseje, annyira szép, nem tudom, hogy videón keresztül mi látszik belőle, de az egész ilyen minimálisan csillámos, vagy ilyen csillogós, nem is tudom, ilyen fényes, és ez a, nem tudom mi ez a borítás, minthogyha egy kicsit ilyen viaszos borítása lenne, és eszméletlen jó tényleg, nagyon jó kézbe venni, nagyon jó ránézni, sokkal komolyabb, megmondom őszintén, mint amit én vártam volna tőle, gyönyörű szép tényleg. Na és aztán, hogyha kinyitjuk, akkor pedig ez fogad a palettában. Ez az egyik, már egyébként van több is, ennek a pontos neve a 020 Stay in the Jungle egyébként. Catrice Disney The Jungle Book Eyeshadow Paletta, 020 Stay in the Jungle. Na és akkor, hogyha leveszem róla ezt a műanyagot, akkor meg tudjuk vizsgálni kicsit jobban. Nézzük, itt veletek együtt fogom én is először swatcholni és szemügyre venni. Ó, wow! Jaj, ezeket az aranyos palettákat, amiknek a szegélye, hogy így a paletta maga ilyen aranyozott, azt nagyon nehéz egyébként videóra venni, mert nagyon nem szereti a kamera, de azért szerintem elég jól visszaadta most, és úristen, olyan szép! Nagyon tetszik egyébként az apró részletek is nagyon, hogy ezek az elfelezett penek is olyan szépen meg vannak szerintem csinálva, és ugye nagyon tetszik az is, hogy vannak benne matt, nagyon csillámos és kevésbé csillámos, tehát ilyen inkább fényes és nagyobb szemű, meg kisebb szemű csillámos színek, annyira szép szerintem, nekem nagyon tetszik. Tehát ahhoz képest, hogy ilyen úgymond gyerekes, mert Jungle Book, de attól függetlenül azt szerintem tök komoly, nem egész komolyan megcsinálták. Egyébként ezek a falevelek, lenyomatok is tetszenek benne, meg itt van a kis elefánt egyébként még, de szerintem nagyon cuki az egész. Na de nincs olyan belenyúlni, mert annyira szép tényleg. Na de szvacsoljunk egy gyorsat akkor. Electric.
látta? Szerintem egyébként tök jó színei vannak, hogyha valaki szereti az ilyen színvilágot. Emlékeztetek kicsit az Into the Jungle palettára, az az igazság. Ugyanebben a felsőben voltam, amikor az Into the Jungle-t videóztam le, ha jól emlékszem, mert az is ilyen jungle feeling volt, és kb. Ez az egy ilyen felső van, ami jungle feeling, na mindegy. Na szóval a lényeg az, hogy emlékeztetek kicsit, de nekem nagyon tetszik ez a színkombináció. Voltak benne olyan színek, amik így, oh, az igen. És voltak benne olyanok is, ami majd kiderül, hogy használható-e. Például ugye ez a szín itt, ez nem teljesen tudom innen, hogy jól jött-e ki, vagy sem, vagy hogy ez milyen lesz, de ez viszont például brutális. És egyébként sok olyan van benne, például ez a sárga, narancssárga, ezek a sárgák is nagyon tetszenek, ez is nagyon tetszik, ez is, ez kérdéses, de az egy átlagbarna, kérdéses, nagyon tetszik, ez is tetszik, ez is nagyon tetszik, ez is nagyon tetszik, az kérdéses, de az egy világos barna, ez is nagyon tetszik, ez is, gondolom ez azért jobb lesz szemben, meg ezek is tetszenek. Tehát igazából nagyon tetszik, nekem ez a színvilág nagyon tetszik. Úgyhogy bizakodó vagyok. Még mielőtt sminkelnénk, nézzük meg ezt a palettát is kikemben, mert erre is kíváncsi vagyok. Ez pedig ugye a 020 Wild About You. Az az igazság, hogy már nem volt készleten sajnos a másik féle, amit szerettem volna szintén megszerezni, azt még szerintem befogom, mert nagyon érdekes színei vannak, de ennek is érdekes színei vannak, és az a másik, ami nekem tetszik benne, hogy ugye most volt már a Tropical kollekciónak is arcpalettája, volt már a Maximnak is arcpalettája, meg volt egy másik, is volt még egy kettőszeres valami arcpaletta. Lényeg az, hogy mindegyiket tudom használni, és nem érzem azt, hogy fölösleges lenne. Tehát tudtak kijönni még mindig olyan kombináció, valami továbbra is érdekel, nem bírom kinyitni. Ah, sikerült! Sikerült végre! Na és nézzétek, mennyire tetszenek nekem ezek a részletek. Itt is ugye benne van egy egész Jungle Book felirat, itt, This is the Jungle Book, és akkor itt meg egy ilyen jelenet van igazából benne, ha ez így látszik, remélem a videón, de majd közeli felvételt úgy is csinálok vele, ha itt tartom, talán jobban látszik ez. Ez is egy jelenet, nagyon kis szép, és itt is van benne egy ketrész felirat. Na, és akkor megpróbálom nem teljesen szétromolni egyébként a palettát, hogy közeli felvételt is tudjak belőle majd csinálni, de megnézni azért a színeit. Úristen, ez nagyon jó állag, ami itt van, az biztos. Ide rakom, jó? Így mellé. Úristen, de szép! Júj, folyékony arany. Nagyon szép, folyékony arany, vagy nem is tudom, metál. Nagyon szép színe van. Ez egy bronzos lesz. Ide, ez is de szép. Mondjuk ezt arca nem is tudom. Ezt meg ki kell próbálni. Ez egy barna, ez már itt kontúrnak is jó lehet. Az ott kontúrszín, meg ez is egy kontúrnak mondjuk. Próbálom a mintát nem teljesen tönkre tenni. Na kíváncsi vagyok ezekre a kontúrokra is különben. Nekem ez tetszik. Ez így tetszik ez a koncepció, és nem teljesen átlagos, az is tetszik benne. Na, hát akkor sminkeljünk. Waiting for you with the
Annyit szín szeretnék belőle használni, hát megpróbálom azért a legjobb variációt megtalálni. Ez a Turbo Steamer a Small Short Shader Brush, a Short Shader Brush a saját tervezésű ecseteim közül a picike szemhéjárnyaló ecset, és ezzel először csak egy nagyon minimális pöttyintést szeretnék tenni ide előre, de csak egy minimálisat, mert már is hozni akarok mellé egy másik színt, és remélem, hogy bírni fogja a paletta azt, hogyha én itt sok színt fogok használni. Ez nagyon szép kis krémes szín egyébként. Tök jó ide. De már oda egyből hozok egy aranyat szerintem. A Turbo Steamer Eyeshader Brush-a, tehát az egyen nagyobb eyeshaderrel szemhéjárnyaló ecsettel fogok ebből vinni következő színt, és hát meglátjuk, hogy ez mennyire lesz egyáltalán intenzív, így felhordva ecsettel, és valahol csak az elejébe szeretnék ebből is, mert szeretnék még mellé kétféle zöldet is tenni. Nem fogom annyira kisporolni most a színeket, de szeretnék minél többet letesztelni most itt. Nézzük csak. Szép. Szép. De szép fénye is van. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Ezen a kicsi területen az a baj. Ez a paletta is olyan, hogy nagyon annyira sok sminket el tudnék vele képzelni. Nagyon egyszerűeket is, egy-egy színnel, meg nagyon összetetteket is sok színnel. Ez a paletta, hogyha nem okoz hatalmas csalódást, akkor nekem nagyon tetszik egyébként. Ez szép. Nem is tudom, hogy miben van még ilyen sárgám, ami ilyen csillámos, szép, ilyen árnyalat. Itt a másik oldalon hirtelen többet sikerült felrakni, úgyhogy raktam a marra is egy picit így még szebb. Így még intenzívebb. Ilyen méz sárga. Tényleg, volt egy ilyen mézes tedd is, maci is valami paletta. Abba lehetett találni ilyen még. Nagyon szép. Jó, most egy kicsit átváltok, és a szemöldököm alá rakok valamit. Mi is legyen, annyi minden van tényleg itt. De mondjuk rakjuk ezt. Turuszti már a short shaderre váltottam vissza, tehát a kisebb szemhéjárnyaló ecsetre, és akkor ebből egy kicsit ide. Ez egy visszafogottabb sárga, vagy arany, még hát inkább, nem is tudom, milyen. Mégis arany. Visszafogottabb, aha. Citromsárgább, de nagyon szép ez is, úristen, de szép vagy, és milyen intenzív, és nagyon könnyen lehet vele dolgozni, szépen el lehet ezt satírozni, és brutál szép vagy. Ezért a két sárgáim már megérte nekem ez a paletta egyébként, olyan szépek. Vagy aranyér, vagy mi ez itt. Következő lépésben a Turbo Steamer Blending Brush-a. A nagy satírozó ecsettel fogok ebből a színből vinni, mert ez egy annyira kis érdekes, rozsda, barnás, nem is tudom milyen szín, és olyan szép, és olyan intenzív volt, hogy erre nagyon kíváncsi vagyok, és remélem, hogy ez itt jó lesz nekünk. Úristen, de krémes! Ez egy kicsit ilyen szaténfényű. Nagyon krémes. Úha, lehet, hogy sokat hoztam. Hát előfordulhatna. Szedek is le az ecsetről egy kicsit. Nagyon krémes. Ez szuper krémes. Nagyon jó. Igen, egy kicsit sokat hoztam, sorry. Hát ennél egy picivel kevesebbet terveztem, de nem gondoltam, hogy ennyire intenzíven fog majd itt mutatni. Ez egy jó szín. De amúgy szép. Csak lehet, hogy egy picivel kevesebben is elég lett volna belőle. Picikét hoztam vissza ebből a színből itt, és húztam rá egy picit, így legalább még jobban összeolvad, de olyan gyönyörű lett itt ez az átmenet. Úristen, de szép! Egyébként ez egy hirtelen Lion King-es is lehetne, mert ez most egy ilyen forró naplemente a szavannán, kb. Olyan az összképe itt. Egyébként kíváncsi vagyok rá, hogy ti szeretitek a Jungle Book-ot, a dzsungel könyvét, mert én egyébként nagyon is képzétek el, ezt régen már meséltem nektek, hogy én színházban énekeltem nagyon sokáig, és a Geszti Péter féle
dzsungelkönyvében is játszottam egy-két verzióban, és nekem nagyon jó élmény volt az is. Most pedig képzeljétek el, hogy Bencével is szoktuk nézni, és nagyon szereti, amikor Balú beöltözik majomnak, és ott a Lajcsi királlyal énekel meg a Lajcsinak azt a zenéjét. Nagyon szereti. Kíváncsi vagyok, majd később is tetszeni fog-e neki. Na, minden esetre én akkor megyek tovább most egy következő színnel. Most tovább nem gondoltam ki, hogy mivel is mélyítsük itt be. Az biztos, hogy zöldeket szeretnék még rakni. Úgyhogy lehet, hogy azzal fogok mélyíteni. Vagy kicsi barnával. Nem is tudom, melyik lenne jobb segítség. Vagy bronzossal? Tényleg az a baj, hogy mármint ez tök jó, csak hogy most így egy videón belül szeretnék minél több színt megmutatni. Tudjátok mit? Az lesz, hogy nem is a mélyítéssel folytatom, hanem inkább azzal, hogy hozok még két színt, amit biztos, hogy fel akarok rakni. Tudom, eyeshadow brush, és a két zöldet egymás mellé szeretném pakolni. Ez volt a világosabb. Ezt mindenképp, akármi van, ezt ide akartam rakni. Mert ez brutál szép, ez a zöld. Hát ez remélem, hogy videón át is látszik, mert annyira eszméletlen, olyasmi, mint ami a Jenny palettában volt, csak a Jenny palettásban volt egy ilyen kis, nem is tudom, bronzos shift talán, ez egy kicsit sötétebb. De gyönyörű, úristen, de szép vagy. Ezt önmagában is biztos, hogy fogom hordani majd. És ez a, nem csak az a szép, hogy a szín szép maga ennél a, narancssárgánál is azt érzem, hogy az a krémessége, ami van ennek a narancssárgának, és az a fényjáték, ami benne van, eszméletlen. Ez az zöld nem annyira krémes, mint az a narancssárga, de ez a fényjáték, meg ezek a csillámok, és nem duokróm, de attól még gyönyörű a fényjátéka. Úristen, nagyon szép. Hát nekem ez a paletta nagyon tetszik. És akkor én még ezt is mellé szeretném rakni, mert nekem ez is nagyon-nagyon tetszett. Ugyanúgy maradok az eyeshadow brushnál. Tudjátok, ilyenkor, amikor fényes dolog van, akkor nyomom, húzom, hogy a kis fényes elemeit is ide tudjam rakni, és itt is így rá húzom. Ó, ez is nagyon szép. Ez a kettő együtt brutál jó lesz itt. Most csak azt mondom, de már, hogy barnával mélyítsem, vagy zölddel. Na ti mivel mélyítenétek? Barnával, vagy zölddel? Jó, nagyon szép. Lehet, hogy zölddel fogom amúgy. Mind a kettő jó lenne valószínűleg. Eszméletlen szép. Annyira, ilyenkor annyira sajnálom, hogy nem tudok egy hetet szánni minden palettának, és akkor minden paletta kapna 7 sminket, mert ebben annyi a lehetőség, és itt most nagyon, nagyon összekombináltam mindent is, de olyan gyönyörűek lennének ezek csak egy-két szint használva, és egész biztos vagyok benne. A Touristy Mask Small Blending-a én nem bírom ki, és rakok ebből a mélyítésnek, viszont ez lehet, hogy nem lesz elég sötét, úgyhogy majd utólag még lehet, hogy barnát is rakok rá, mert ez nem egy annyira sötét zöld szerintem. Igen, ez még lehet, hogy egy kicsi barnát pluszba elvisel. Lehet, hogy egy kicsit be is fog barnulni, ahogy összedolgozom majd azzal a narancsossal, vagy nem is tudom, milyen szín ez itt a másik fölötte. De azért szép. Na remélem, ez itt most nem fog elszürkülni, mert az ilyen zöldeknek fennáll az esélye. Akkor még jobban szeretem ezt a palettát, ha most nem fog beszürkülni, igen, azt fogja, vagy nem fogja. De nem igazán látom, hogy szürkülne. Amikor már elég van az ecseten, de még azért szedtem le a kézfejemre, itt a széleit még össze mosom. Jó nagy sávon tettem fel azt a bronzos, narancsos valamit, de hát nem számítottam tényleg rá, hogy ennyire sok helyre elég lesz ez a kevés, amit felvettem. Na mindegy, most már az olyan. Új, szép amúgy, tényleg.
Most azon gondolkozom, hogy viszont ezt meg akarom kockáztatni, ami nagyon kétes volt alulra, ez a Turbo Steamer Eye Shader Brush, és ugye az élével fogok fölvenni egy kicsit, és azért szeretném megkockáztatni, mert van nálam egy zöld ceruza, ami a kollekció tagja, és ezért nagyon szeretnék itt lent zöldet visszalátni, viszont fönt már használtam a másik kettőt, hármat. Ó, ez itt tök jól teljesít, csak egy a baj, hogy lesöpörtem nagyon. De egyébként szép. Felhordva szebb, mint ahogy kiszvacsoltam, csak egy kicsit lehullajtottam ezzel a móddal, amit most itt műveltem. De amúgy szép. És szerintem az lesz, hogy egy nagyon picikét rámélyítek azért barnával, mert ugye sötétnek meg nem annyira sötét ide, itt lehetne egy picit még mélyítenünk. Méghozzá akkor ugyanezzel az ecsettel és ebből az elefántos kis színből veszek ki. Próbálnék vigyázni egyébként a motívumra, hát ezt jobban ne kellett volna söpörni, hogy le tudjam még videózni nektek közelebbről, de nagyon nehéz. Viszont ez a barna meg lehetne egy picivel sötétebb ide, de nincs sötétebben, nem tudok mással mélyíteni, ahogy nézem. Na, akkor ennyi az egy kivetni valom, de egyébként meg nagyon tetszik a paletta. Ide csak éppen annyit hoztam föl, hogy összeolvadjon, de nem szeretném onnan a zöldet eltüntetni, szóval ennyi lesz szerintem részemről most a barnítás. És alulra meg a zöld ceruzát mindenképpen kipróbáljuk. Fölülre meg rakok egy barna tust szerintem. És akkor fölül zöld szemhéjfesték, de barna tus alul zöld, vagy mi barna szemhéjfesték itt, de zöld tus. Az elejében még rakjunk valamit, mondjuk ezt se használtuk még. Azt hiszem. De ez is nagyon kis szép. Na jó, nekem tetszik ez a paletta. Még biztos, hogy kell vele alkotnom. Úristen, lehet, hogy nem tudom, hogy... Hoppá, egyeset leesett. Nem tudom, hogy videóra hozom-e még, de most azt érzem, és ezt annyira szeretem, mikor egy jó palettát használok, hogy ezt még muszáj használnom. Például kisebb próbáltam még azt a lilátot. Hát azt nem tudom, már most hova rakhattam volna. Egyébként akár ide végig. De mindegy. Na jó, most már akkor befejezem még egy-két dologgal, aztán megnézzük az arcpalettát. Na nézzük meg ezt a ceruzát, nagyon izgalmasnak tűnt nekem egyébként. Ennek az a neve, hogy Catrice Duochrome Eye Pencil, tényleg el is felejtettem, hogy Duochrome, és 010 Piton egyébként. Na nézzük, kitekerős. De csoda vagy, ez nem is teljesen zöld, hát már Duochrome, most mondták, igaz? Na nézzük. Júj! Tudjátok, mire emlékeztet? Csak más színben. Úristen, az Urban Decay-nek a ceruzájára, ami nálam nagy szerelem, olyasmi, csak ez más színű, tehát ez egy mustárosabb, aranyosabb, mustárosabb, nem is tudom, olyasmi shiftja van, mint ez a két szín itt elő. De nagyon szép. Nézzük, itt látszik-e. Te tetszik! Júj! Látszik? Hogy mutassam, nem is tudom, hogy ti hogy látjátok, remélem, hogy látjátok. Ebből egy picit akkor megpróbálok így alá is hozni, mert úgy akkor még jobban érvényesül. Oh-oh! Előre elnézést kérek, de most végzett a fürcsben a kis makibogyó. De mindjárt úgyis mi is kész vagyunk, de néha lehet, hogy hallani fogjátok most. Gyönyörű. Gyönyörű. Nagyon szép. Ez miért lesz szép? Nagyon belelkesültem ettől most. Úristen, hát nem gondoltam, hogy ennyire sokat fog adni ez a kollekció, de ez a Multichrome ceruza, ez az egésznek az éke. Tehát ez a palettát azért már láttunk hasonlót, bár egyébként elég jó kis színei vannak szerintem, de mondjuk tényleg az Into the Jungle-ben is vannak hasonlóak,
Bár egyébként nekem abban meg a legjobban, mármint ebben, ezek tetszenek itt sorban. Úristen, annyira szép. Jaj, nekem, hát ez nagyon szép. Nagyon remélem, hogy a ceruzából valami látszik, mert olyan, úristen, tényleg, mint egy kígyóbőr kicsit. Eszméletlen jó színjátéka van. Sárgás, inkább ilyen, úristen, nem is tudom. Igen, ilyen sárgás, tüzes, zöldes, nagyon szép. Látszik? Ugye igen? Na jó. Na nézzük akkor még ezt az arcpalettát. Hát ami nagyon különleges benne, azt szerintem ez a szín. Igazából az nem is tudom, hogy pontosan mit kezdjek vele, de majd megpróbálom ilyen kis bronzosítónak ide rakni. Pirosító ugye nincs benne, mert az azért annak túlzás. Az highlighter, az oké, de az is ilyen bronzos, tehát ugye nem volt világos benne igazán, ugye ez ilyen szín. De azért highlighternek ez jó lesz szerintem. Ezt meg alárakjuk. És akkor én arra gondoltam, hogy ezt lehetne azért intenzívebben is, bocsánat, így. Ezt meg arra gondoltam, hogy ezeket meg ugye kontúrnak kipróbáljuk. Hát őszintén ez nem tudom, hogy elég erőse nekem kontúrnak, de mindjárt megnézzük. Turbo Steamer Face Brush, és akkor lássuk. Először ezzel próbálkozom, hogy egyáltalán milyen erős. Jó? Nézzük. Nincs egy... Oh! Sokkal erősebb, mint azt hittem. De szép. Hát ez szép. Nincs rajtam semmiféle kontúr egyébként. Csak az alapozó, meg egy pici puder, de az se volt mindenhol. Nagyon szép. Uha, és azért lehet erősen fölvinni. Jó, szóval nem kell alábecsülni, ami azt illeti. Ez jó, mert akkor egy ilyen kis természetes kontúrt is tud vele az ember, hogyha akar. Meg akkor rá tudsz erősíteni jobban is, hogyha akarsz. Én mondjuk megpróbálom, hogy ott, ahol erősebben szeretem, mondjuk itt. Jó, szóval ez sokkal erősebb mind a kettő annál, mint amit így kinéz belőle hirtelen az ember. Na nem baj, de milyen, úristen, de szép árnyalata van. Nagyon szép. A kis pajeszkámtól mondjuk így nehéz. Jaj, de szép. Jó, ezt egy kicsit elbénáztam, majd a másik oldalon, hát ha ügyesebb leszek, mert már tudni fogom, hogy milyen az árnyalat. De ezt simán lehet őket kombinálni is. Jaj, meg azt nézzétek el nekem, hogy ez egy ilyen egésznapos alapozás már, ami rajtam van, tehát nem biztos, hogy mindenhol teljesen tökéletes, sajnos. Mert hogy a sminksuliban oktattam, ugye? És aztán estére, mikor hazaértem, nekiestem ennek a videónak, mert megjött a csomag, amit nem is tudtam, hogy ma meg fog jönni, úgyhogy nem bírtam ki, hogy másik napra hagyjam. Nagyon szép, eszméletlen szép. Még hoztam abból a világosabbból ide egy picit még. A világosabb bőven elég szerintem nekem, turusztim a face brush, annak az élére veszem is ide. Az bőven elég ide nekem. Bőven, igen. Nagyon szép. Kicsit sokat raktam, na nem baj. Jó, egy kicsit most így kókánynak érzem, hogy nem tapasztaltam még ki. De is rogjunk egy kicsit. Kicsit olyan bénázás most, amit levágok, de azért már nem tudtam, hogy ezek ennyire intenzívek. Tök jó. Teljesen pozitív egyébként. Nagyon tetszik.
Még egy kicsit hoztam a sötétből ide, és akkor viszont bronzosítószerűen próbáljuk már meg még ezt a bronzos színt. Ez így még sense, igaz? Jó. Ebből egy nagyon kicsit megpróbálok ide. Vajon mi lesz belőle? Szép! Ez is szép. Nyára meg főleg majd, mikor még barnulunk. Na hát megpróbáltam nem túlzásba vinni. Nagyon. Jézus, de szép. Ez pirosító csattal is simán föl lehetett volna szerintem rakni, és most így összeolvasztottam a másikkal. Jaj, nagyon szép. Sokkal-sokkal narancsosabbra számítottam, de nem, teljesen hordható, gyönyörű szép fénye van. Nagyon szép. Hát azt nem tudom, hogy mindent át tudok-e adni a videón, mert nagyon kis finomságok vannak itt, kérem szépen, de tényleg. Tehát, hogy ennek a fénye is annyira kis gyönyörű, hogy ez nem is tudom, hogy látszik-e teljesen, és minimális csillámkák is vannak benne. Nagyon szép. Hát le a kalappal, Catrice, ismét sorozatban a jó kollekciókkal. Turbosztimán Universe brush-sal highlighterezősítettem, már fogok ebből még egy kis highlightot is akkor fölvinni. És az az igazság, hogy nekem a másik paletta volt érdekesebb, de ugye azt nem tudtam sajnos beszerezni, mert nem volt készleten. De most így utólag nem is bánom, mert tök jó, hogy ezt beszereztem. Úristen, de szép. Nagyon szép. Oké. Még csak nem sikerült. Nem sikerült. Ó, de kár. Hát itt közben már kismanom bejött és szétszette a hátteremet, imádja ezeket kapcsolgatni, na mindegy. Szóval gyorsan összegezzünk, aztán mennem kell altatni, úgy érzem. Szóval ez a Jungle Book paletta nagyon-nagyon-nagyon tetszett, hogyha eddig nem tűnt volna fel a videó összességében. Azt is sminkem szerintem eszméletlen szép, nagyon tetszik benne, hogy olyan kis különleges kis fények, kis színjátékok, kis csillámok is vannak benne, ami azért nem szokványos, és abszolút azt esélyszem, hogy már megint drogériáról beszélünk, ugye szerintem nagyon jó kis paletta. Nagyon-nagyon sok fantáziát és lehetőséget látok benne, és biztos, hogy sokat fogom még használni, mert nagyon tényleg, tehát nagyon tetszik. És egyébként ez az egész csomagolás még minden nagyon tetszik, nagyon kis profi szerintem. Az arcpaletta hatalmas meglepetés, nem gondoltam volna, hogy ennyire jól kihasználhatóak és használhatóak ezek a színek, úgy hirtelen első ránézésből, főleg ettől féltem, hogy túl narancsos lesz esetleg, vagy sötét. Ezt nem gondoltam, hogy elég intenzív lesz, tehát szerintem nagyon szépen lehetett vele kontúrozni is, nagyon jó kis highlighter és nagyon jó kis bronzosító ez is. Minden nagyon tetszett nyára, meg aztán ez
Nagyon-nagyon. Egy kicsit emlékeztet az Inglot Always the Sun bronzosítójára, csak annak nincs ennyire bronz színe, és azért féltem ettől. Ennek egy nagyon minimális pirosos beütése is van, nyilván mert hát olyan pirosító, bronzosító, valami csoda, de nagyon tetszik. És jó nagy mennyiség is, meg a palettában is jó sok szín van, és gramra is elég sok. Tehát így szerintem így azért elég jó vétel tényleg, azt gondolom most így. A ceruza pedig hát az szóhoz se jutok, tehát így nem, tényleg, tehát felveszi a versenyt az Urban Decay-en mindenképpen, ráadásul ez még túl króm is, úgyhogy ez megint elképesztő. A Catrice szemceruzákat amúgy is nagyon szeretem, szoktam is használni ugye a videóimban is, de ehhez, hát ez nagyon szép. Ez ilyen újra beszerzős, vagy gyorsan megint beszerzős, mert nehogy aztán a limitált kollekció, ugye, elfogyom. De tényleg, nagyon tetszik. Nem is tudom, hogy volt-e még más színben, biztos. De ez nagyon szép. Úgyhogy abszolút pozitív meglepetés, és nagyon tetszik ez a kollekció, úgyhogy igen. De limitált, úgyhogy ha esetleg pályáztok rá, akkor ne nagyon halogassátok. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Írjátok meg kommentben, hogy egyébként nektek ez az egész dzsungelkönyve, a mese is tetszett-e, szerettétek-e, most közel áll a szívetekhez, hogy tetszik ez a kollekció és a paletta és a sminkem. Nagyon kíváncsi vagyok. Nekem nagyon bejött. Hát örülök, hogy ma is itt voltatok, lájkoljátok a videót, kérlek, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Nagyon örülök, hogy itt voltatok velem ma este is. Sziasztok!